Sziasztok, srácok! Üdvözlök mindenkit az RR Red Rock YouTube csatornán a Dodge Charger 29. részével, és amint látjátok, itt nagyon sok minden nem változott, mert egymás után veszem fel a videókat, ha még nem tűnt fel valakinek. De viszont itt vagyunk a 29. résszel. Ami Miami-ban lesz megcsinálva. Tehát azt mondja, hogy a radiátor, tehát maga a víz hűtő radiátor, vagy hűtő radiátor, vagy akármi. Nem tudom, hogy kell magyarul mondani most. Itt vannak az alkatrészek. Már megint bontani kell, vagy mi? De az a kis pöcsöket nem kellett berakni sehova. Nézzük már meg előbb. Nem. Öcsém. Na jó, mindegy. Na, kezdjük el. Kezdjünk neki. Kezdjünk neki, bontsunk egy zsákot, semmi extra, nincs benne, jó. Hápci lesz. Mondtam, hogy herci lesz. Na. Maga a hűtőrendszernek a radiátora. Ezért mindig elszarakszok ennek a kibontásával. Ó, de béna vagyok. Azért nem akarok nagyon zörögni, meg nem akarom azt, hogy itt kirepüljenek az alkatrészek. És ne találjuk meg utána. Mi ez? Wow! Tehát ez lesz a hűtővíznek a kupakja. Srácok, hogy fogom tudni nektek ezt megmutatni, ezt a pici... Hát, hogy látszik, nem tudok rendesen ráközelíteni. Kis mini feliratos tudsz. Na, tehát akkor nézzük. Kell ez műanyag, vagy ilyen olyasmi. Rendicsek, és kell rá a fedél. Ha van egy csipeszem így, akkor csipesszel így nyúkálunk bele. Úgyni, és erre visszalököm. Úgyni. Szuper, megvan. Ezt valami funkciója van, hogy tegyük rá, ennek lent kell lenni. Lent kell lenni, és így kell látni. Így ne. De ott mutatja, hogy ez a kis luknak fölül kell lenni. Pontosan, így jó, így kell. Tehát akkor előveszünk 4 darab AP-s csavart, APP, ilyen, ilyen. 4 darab AP-s csavart ki kell innen
Elsőre 1, 2, 3, 4. Kész is. 4 csavart szépen. Vagy nem szépen. Reszket a kezem. Hogy miért, azt nem tudom. Biztos nem azért, hogy betintáztam, vagy hogy tintázok. Na de, láttam a TikTokon egy olyan videót, hogy a csávó azt mondja, hogy reggel, hogy mutatták, azt hiszem a elején, hogy így reszketett, így. Benyomta azért a piát, és akkor nem tudom, fél óra múlva, vagy nem tudom, mennyi idő múlva, meg már ott, ó, hogy a műteni is tudok, már úgy izét a keze, gyerekek, hogy meg sem mozdult. Nem semmi. Jó. Szóval, vannak ilyenek, akik pár üveg üzé, vagy mi a gránát, vagy minek mondják azt, hogy utána annak tud, oda tudnak inni. Na, ez ennyi volt, csak mondom. Most kell ez a rész, azt mondja, hogy ezt fel kell ide belülre kell tennünk. De nem így kell, mert így kell ide, és meg kell döfködni alpés csavarral őket. Pont 4-jel, amennyi kijött. Amennyi kijött. Tudom, mostanában nem láttok tőlem ilyen munkás videót, hogy elvigyelek benneteket egy-két körre, majd csinálok majd már megint, csak most keveseket dolgozok, mert nincs is annyi műszak, meg ilyenek, meg most más is van előtérbe, szóval most hát dolgozok, megvan az a pénz, amit meg akarok keresni egy héten, az megvan mindig, tehát az nincs az, hogy az ne legyen meg, az megvan, de viszont lecsökkentettem az óraszámomat, hogy jó legyen. Ennyi. Holnap eleje volt, akkor az nagyon, nem volt olyan gyér, csak ugye, amikor ülsz a kocsiba, vagy várakozol, meg ilyesmi, akkor azért úgy el, hogy hívjálkozol, nem tudom. Jó, ez megvan, és akkor ide rá kell tennünk ezt a kis köcst. Hát ezt nem tudom, hogy ez nem is lukos. Jó. Biztos, hogy ezt kell rátenni.
De más nincs. De ez ki sincs lukasztva rendesen. Aha. Nem tudom mennyire látjátok, de ez nincs nagy luk rajta. És nem lehet oda rátolni. Lehet, hogy rá lehetne. Nem tudom. Szóval nem tudom. Nem akarom valamit letörni, vagy ilyesmi. De azt nem mutatja, hogy mert itt van rajta egy pöcs. És azt nem mutatja, hogy az hogy tegyem rá. Pont erről ezért félek, hogy itt nincs rajta egy nagy luk. De. Aha. Azért nincs rajta nagy luk. Mert ennek így kell lennie. Úgy. És erre meg rá kell tennünk ezt a szép fedelet, amit megint csak akárhogy nem tudsz rátenni, mert annak megint van egy kis vájatak éjni. Elég igazán, de így kicsit ferdén el. De így rajta van. Jó, okés. Következő feladat. Azt mondja, meg kellene fordítanunk a járgányt. Igen. Meg jó, hogy rátettem ezt a turbulenciát. Jó, így megfordítani. És azt kéri, hogy szedjük le ezt az alkatrészt. Úgy szépen óvatosan. Nem. Te oda beférsz. Tehát ezt a három csavart ki kell vennünk. Remélem látni, hogy mit csinálok amúgy, mert én nem látom, szóval. Mármint a kamerát, hogy mit csinálok. Jó. Ezt levettük. Eddig ez volt a feladat, hogy ezt vegyük le. Mert nehéz, nem tud nagyon megállni a lábán. És mikor ez megvan, fordítsuk vissza a talpára, így. És mikor megvan, akkor a hűtőrendszert valahogy oda be kell helyeznünk. Ahogy. Aha, tehát hogyha most valamit nem jó raktál össze, akkor nem lesz jó. Gondolom én. De viszont
jó lenne tudni, hogy mit csinálok. Srácok, erre azt tudom mondani, hogy itt tényleg ki kellett nekik, de ennek hova kell menni? Oda föl. Ja igen, úgy. Tehát itt ki kellett ám azért ezt fajnú okoskodni, hogy itt minden passzoljon. Igen, jó volt, azt gondoltam, hogy a tetőfedés, vagy mi az, le fog esni. Úgy. Tehát itt. Vannak egy kisebb nem hibás, csak ott izé az ott rajta van. Tehát még valami így, na. És ugye ez közben merevítő is. Tehát ugye ezt, amikor beteszed rendesen, ugye, mint láttátok most is, hogy tehát ez közben ilyen merevítés is. És ugye beteszed, passzoljon, és akkor szépen összemerevíti a dolgokat. Mindent beállít a helyére. Oda basz. Na várjatok. Mert lehet, hogy előbb azt mondja, hogy 29.5, lehet, hogy előbb két csövet be kellett volna tennünk. Inkább szerintem is. Megpróbáljuk a lehetetlent. Valahol be kell rakni kettő csövet. Ahán, oké. Megvan. Az egyiknek a helye az már meg is van. Tehát ide kell ez a egyenesebbik, ide. Jó. Igen, és a másik az meg oda előre, basszus. Ez meg ide kell. Igen, az meg ide kell valahogy. Hogy nem az ön így ide, az oda. Jó, és akkor most kell ezt felhelyezni, de úgy, hogy nem is kell most csavarozni, akkor jó. És ez a kicsit máshogy állunk a rendszerhez, hogy én is belássak a szisztembe, mert valahova ezt mellettok csak egy picit. Most ez nem jött le. Gyere már le innen, babám. Úgy látszik, ezt úgy oda tettem. Ugye ennek oda bele kell menni. Igen, ennek meg majd ide. Jó, na tehát akkor valahogy el kellene kezdeni betenni a helyére, ami nem lesz egyszerű, most már úgy érzem, mert hogy még több akadály van, ami akadályoz minket abba, hogy betegyük ezeket a dolgokat.
például az, hogy tehát valahol egyik oldalon el kellene kezdeni betenni a dolgokat. Így. Elvileg. Na viszont. Itt, persze, csak a poén kedvéért, ugye, még itt ezt... Tehát itt még azért a vízcsöveknek passzolniuk kell. Jó. Hát elvileg betettük ezt ide. Ugye elvileg ennek itt, ez itt rajta van. Valahogy. Így, ez rajta van. Szuper. Szerintem ezt a csövet meg majd ide előre be kell kötni. Jó, ez benn van. Utána azt mondja, hogy 2 mm-es csavarral de meg egy csomó csavar ki van hagyva, amit én nem használtunk, hát erre kíváncsi vagyok. Tehát elvileg tehát van 2 kis rés, ami ez nem is jó lehet. És, hú, de fajnú, mozognak a kerekek. Na, tehát ugye ez ott van a helyén. Reméljük, az ott megfogja. Hát sajnálom, ez nagyon brutális. Hát, meghúztam, de... Szerintem nem eléggé. Elvileg meg így kell lenni. Igen. Azt mutatja, hogyha
ez megvan, fordítsuk fejjel lefelé, és tegyük vissza az alját. Aha, és akkor még azt majd meg kell csavarodni, szuper. Jó, oké. Tehát hasra kell fordítani. Ami már megint leesett, de amit akartam mondani, nem, tehát nem könnyű. Tehát azért már itt, mondtam, az alul volt, vagy felül volt. Mondtam alul. Így volt ez, vagy hogy volt? Na, ez jó kérdés. Aha, tehát ezt a kettőt itt odafogatom, azt meg majd a harmadik csavar odahúzza. Vágjátok? Megvan. Aha, megvan, de valamiért nem akarja az igazságot. Ezeket a csavarokat vettük ki onnan? Hát én már nem tudom. Nem rövid, és nem. Ja, nem lehet, hogy rövid, csak lehet, hogy a. Igen, rövid azért, mert a rövid csavar az amoda kell, nem ide. Úgy. És a rövid csavar meg majd ide kellene valahogy. Az a kérdés, hogy ezt nem tudom jobban. Nem tudom, csak azt be kell. Jaj. Ezt itt valahogy. Aha. Ez majd oda kell abba a lukba, ha sikerül oda be játszani. Reméljük. Nem, eddig nem. De az a baj, hogy ha 70-es vagy, az a baj. Ha 30-as vagy, az a baj. Ha nem megy a lukba be, az a baj. De viszont itt ezzel már nem tudok mást csinálni, mert az ott van. Szóval passz. Az oda passzol pedig. Tehát azt akarom megnézni, hogy nem-e véletlenül nem passzol oda. B
Picit ezen lazítunk. Mindjárt meglátjuk, srácok, hogy... Mi lesz, hogyha itt ezen a középsőn lazítok. Ja, jó lenne, csak az a baj, hogy nem bírom egyedül rányomni. Srácok, az ott van, beszorult, ezt itt meghúzzuk. Na, az biztos, hogy itt akkor az fogja. Elvileg ezt most már vissza kéne fordítani, így, igen, és itt van kettő oldalsó csavar, szóval EMS csavarra kell rögzíteni. Van EMS csavarunk? Van. Az kell? IM. Szóval szerintem ezt arra kell kötni, de aztán nem biztos, hát haladtunk előrébb valamennyit azért, de úgy gondolom, hogy még megnézzük másik oldalról is. Lehet, hogy azt majd ezt a izét oda ragasztom, azt, hogy de járjon le az a szelep, vagy a hűtősapka. Mert nem hiszem, hogy csavarozod, majd kilöki ezt a szart. De igen. Jó, oda szorítod. Szóval elvileg így van. És majd folytatjuk, de aha, tehát itt elkövettem egy hibát, hogy itt lekapjon véletlenül. Ezt a kicsi pöcst ráhúzzuk erre. Úgy. Ezt így kell ide vetennünk. Így itt. Hát csak az a baj, hogy ez itt akkor hozzáér ahhoz a... Jó, hát valóságban biztos nem. Így.
elvileg akkor kész ez a feladat, csak már megint egy csomó csavart küldtek, amit nem tudom, hogy hova. Ezt ott megcsináltam, megcsináltam, jó. Azt ott lefogadtam, azt visszatettük a helyére, csöveket betettük, azt megcsináltuk. És azok mindent megcsináltuk, de megint küldtek annyi csavart, hogy te AP-s csavart, azt tudom, hogy hova kellett használni. Na, nézzük. Ja, az AP-s csavarra kellett ezeket fölrögzíteni, jó. Oké. Másik AP-s csavarokkal oda. Rögzíteni a négyet ehhez. Jó, megvan. Itt ezeket a CM csavarokat ki kellett venni. Ja igen, abból kaptunk extra csavarokat a CMS-ből. MMS jó. Nem, srácok, akkor megvan. De még ez az alkatrész, ezt még most se tudjuk, hogy ezek hova kellenek, mert még azt most se adta a rész, hogy szereljük be. Szóval nem tudom. Tartok a 20-anyadik ilyen, 28-31-es, nem a 30-as. Vagy az megint még nem fog adni semmit. Nem tudom, na mindegy, majd egyelőre belegyűjtsük ezeket. Ha elvileg kész a gépágyú eddig, ez a feladat teljesítve, de majd mindjárt megpróbálok nektek kicsit bravúroskodni. Nem tudom, még nem biztos, hogy sikerül. Ugye, de nagyon csupa kosz, meg minden, ezt majd le kell takarítani, de elvileg ez ide fog jönni, így valahogy. Én nem tudom. Ugye ez ide rájön. Így. Azt mondja, nem tudom, hogy ez hogy fog itt passzolászni. Jön a... Még ez is jön. Ezt már nem is tudom, hogy hova tettem fel múltkor. Lehet, hogy ezt nem is ide kell. De valahogy majd ide. Valahogy majd ide. Hát nem tudom, srácok, mennyire látjátok. De jó lesz ez majd. Aztán ez így jön majd valahogy ide, mert ugye még nem egyenes, ez majd itt be fog állni. Valami. Nem tudom, majd így. Hát, na, srácok, akkor a 29. részt befejeztük, és következő hét pénteken érkezik a 30. rész, szóval tartsatok velem, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és ne felejtsetek el kommentelni. Sziasztok!